a feleségemnek fölkínált egy olyan lehetőséget, hogy felejtsük már el ezt az egész örökbefogadást, és meséld azt, hogy én a te hasadban nőttem. A tavalyi évben két fontos törvénymódosítás volt az örökbefogadás kapcsán, amelynek az első része az az volt, amikor a kötelező tanfolyam, tehát a kötelező tanfolyamnál eltörölték a kötelezőségét, és önkéntessé tették, ami ellen az egész szakma lényegében tiltakozott. És aztán jött ősszel egy sokkal durvább és egyértelműbben ilyen homofób hullámnak az első, talán első lépéseként az az volt, amikor az egyedülálló örökbefogadni vágyóknak az alkalmassági döntését azt a Novák Katalin engedélyéhez kötötték. Ennek az egésznek a retorikája is az volt, ami egy ilyen nagyon gyűlöletkeltő hangulatú retorika, hogy meg kell védeni a gyerekeinket az LMBTQ közösség tagjaitól. Azért nagyon álságos szerintem ez a szlogen, ez a meg kell védeni a gyermekeinket, mert valójában a legsérülékenyebb csoporthoz tartozó gyerekek maradnak ezáltal szerető család nélkül. Mert azt kell tudni, hogy az egyedülálló szülők eddig is ugye a várólista végén voltak, tehát ők sokkal inkább hajlamosak voltak olyan gyerekeket is befogadni, és szeretetben egy életen át nevelni, akiket a házaspárok, a heteroszexuális, a mai magyar rendszer szerint privilegizált családok nem kértek. Ma, hogyha egy gyermek bekerül állami gondozásba, akkor azért kerül be, mert valami nem működött a családjában. Bántalmazták érzelmileg, fizikailag, súlyos veszélyeztetés történik, akkor megtörténik a gyermek kiemelése, de vannak olyan esetek is, amikor sajnos szegénység miatt emelnek ki gyermeket. Nem született természetes módon saját gyerekünk, és nem nagyon gondolkodtunk mesterséges beavatkozásokba, van rossz példa az ismeretségi körben. Először talán 5 évbe határoztuk meg, aztán utána beszéltünk a pszichológussal, és akkor az ő hatására változtattuk 4-re a korhatárt, hogy azért mi is jelentős hatással tudjunk lenni arra a gyerekre, ne egy kész kialakult, vagy nagyjából kialakult gyereket kapjunk meg. Ez volt az indok, hogy a maximális korhatárnál, minimális pedig az tényleg, hogy legyen esélye egy idősebb gyereknek is. Sokkal nagyobb a kereslet örökbefogadói szempontból, mint amilyen a kínálat. Tehát minden örökbefogadni vágyó alapvetően újszülöttet szeretne, alapvetően nem roma gyereket szeretne, kék szeműt, szőkehajút és kislányt. Tehát ez a megálmodott gyermek, akit nem kell rengeteg trauma után valahogy meggyőzni arról, mondjuk 4-5 éves gyermeket a sokadik trauma után, hogy itt most már tényleg biztos helyen lesz. Nem kötöttünk ki nemet, nem kötöttünk ki származást, ezért pontosan tudtuk, hogy fiúgyerek lesz és roma. Mert hogy, és azt is tudtuk, hogy a 4 évhez sokkal-sokkal közelebb lesz, mint az újszülött korhoz. Teljesen jogos félelem egyébként az örökbefogadó szülő részéről, hogy annál nehezebb az örökbefogadás folyamata, minél idősebb, minél problémásabb, minél traumatizáltabb egy gyerek. A gyereknek keresnek szülőt ez az irány, és nem a szülőnek gyereket. Hát ez egy nem egy, bemegyek a boltba, kiválasztom a fehérbőrű, kékszemű kislányt, szőkét lehetőleg, és akkor azt hazaviszem. Sajnos sokan így indulnak neki, hogy valamit nagyon szeretnének. Egy nevelő otthonban nevelkedett gyerek nem tapasztalja meg azt, amit egy családban nevelkedő eltanul a család működése kapcsán. A szabadulása után mondjuk a volt fogvatartott ő nem tudta, hogy veszünk krumplit. És fogta és egyesével vitte a krumplit a kasztához, mert azt gondolta, hogy így vásárolunk. Elmentek dolgozni,
és nem vittek magukkal enni. És ugye csodálkoztak azon, hogy majd meghaltak éhen, mire vége lett a munkájuknak, mert ugye abból jön, hogy a nevelőotthonba, a börtönbe, a reggeli, ebéd, vacsora a megadott időben, és az az elé volt téve. Nem készítik fel őket az önálló életre, én sem kaptam meg azt a fajta, tehát az önálló életkezdéshez szükséges feltételeket, segítséget, tanácsot. Egy családban élő gyerek sem feltétlenül kapja meg a segítséget 18 éves koráig, de én azt gondolom, hogy egy család teljesen más. Tehát ott az egy hosszantartó folyamat eredményeként fog az ember önállósodni, maga a gyermekvédelmi rendszer pedig azt várja el a fiatal felnőttektől, hogyha betöltöd a 18. életévedet, ugye jogszabály alapján nagykorú vagy, és lényegét tekintve azt csinálsz, amit akarsz. Nincs rá minta. Tehát nem lát egy családi működést, amiben anya befizeti a csekket a postán, vagy nem tudom, mit csinál, vagy hogy oldja meg, hanem ő ezt természetesnek veszi, hogy ég a lámpa, hogy meleg van, és ugye ennek van egy díja, amit esetleg fizetni kellene, ez neki egy teljesen elképzelhetetlen dolog. Amikor a gyermekvédelmi szakellátásban voltam, hát ez időszak alatt voltak a gyermekkoromnak szép időszakai, azonban voltak olyan időszakok is, amikor a fizikai és lelki bántalmazás is megjelent, mind a társaimmal szemben, mind velem szemben. Legalább a gyerekvédelem maga, tehát amiért az állam felelős, hogy az működjön úgy, hogy ne traumatizálja tovább a gyerekeket. Tehát például ne legyen az, hogy ezeket a problémás, speciális szükségletű gyerekek beragadjanak gyerekotthonokba, illetve ha feltétlenül beragadnak, akkor azokban a gyerekotthonokban ne történjen meg az a folyamatos rendszerabúzus. Volt, aki nem bántalmazott, de aki nem bántalmazott, az is bántalmazott, mert ő meg elviselte, nézte. Mindenki beállt a sorba lényegében. Tehát nem volt egy olyan ember, aki azt mondta volna, állj, a gyermekek védelme az első, és kiállok, mert ugye mindenki félti az állását, az egzisztenciáját, a családját, stb. A gyerekek nem tudják, hogy velük jogsértés történik, tehát hogy ezt is megállapított egyébként az ombudsman, hogy az önmagában tragikus, hogy folyamatos a bántalmazás adott gyerekotthonban, és az egyik ilyen vizsgálatban állapította meg az ombudsman, hogy megkérdezték a gyerekeket a pszichológusok külön-külön, hogy van-e itt bántalmazás, bántanak-e titeket? Nem. Oké, de hogy volt-e olyan, hogy mondjuk kulcssal beleütöttek a tenyeredbe? Ja, persze, hát az van. És akkor nem beszéltünk az elhanyagolásról, ami nyilván ehhez képest fel se tűnik. Nagyon sok bennük a düh, és az a düh, azzal a dühvel nem feltétlenül tud mit kezdeni. És ez ugye félelmetes, társadalomnak is, meg azoknak az embereknek, akik megijednek ettől, és nem feltétlenül látnak mögé, hogy ez valamiféle elutasításból, vagy valami ilyesmiből ered. Nagyon erős volt a kötődési igény, tehát például elvittem, megmutattam nekik a lányom kutyáját, mert valahogy az életem részévé akartak válni, és ez egyébként így is volt, hogy azzá váltak, nem az egész életem idejére, de mondjuk egy viszonylag hosszú, egy inkább egy éves időtartamra. Az államgondoskodásban élő gyerekeknek az egyik legfontosabb hiánya az, hogy nincs szülője. Nem tudja megkapni azt a szeretetet, amit egyébként egy családban élő gyermek valószínűleg megkap. Nem biztos, valószínűleg megkap. Nagyobb esély van rá. Kérdezte, hogy nekem van egy gyerekem, és akkor mondtam neki, hogy van, de már egy nagyon nagy lány, tehát hogy már egy felnőtt, és akkor megkérdezte, hogy hány éves, és akkor mondtam neki, hogy akkor hány éves volt a lányom, és akkor ilyen nagyon-nagyon szomorú szemekkel azt mondta, hogy és neki mégis van anyukája. Ami számomra hiány volt, az tulajdonképpen az, hogy egy olyan támogató környezet, amivel tulajdonképpen végigvészelhettem volna ezt a nehéz időszakot. Nekem a támogató környezet az iskola volt. Tehát én igazából én otthonra leltem az iskolában, mert hogy ott a tanárok, illetve pedagógusok egyébként rendszeresen támogattak engem, és azt éreztem, hogy ott otthonra lehetek. Annyira vágyott ő arra, és valószínűleg vágyik is arra, hogy ő a mi gyerekünk legyen, mindenféle ilyen hókusz-pókusz, mint örökbefogadás nélkül, hogy
hogy olyan, a feleségemnek fölkínált egy olyan lehetőséget, hogy szinte ajánlotta, hogy felejtsük már el ezt az egész örökbefogadást, és meséld azt, hogy én a te hasadban nőttem, és tehát nagyon vágyik erre. Állandóan ott volt a remény, hogy ahogy anyáik majd jönni fognak, értem. Tehát, hogy mindig volt benne, hogy remélem, hogy a szünetre hazamehetek, mert anyáik majd jönni fognak, értem. És aztán mindig ott van a csalódás, hogy anyáik nem jönnek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy kik a szüleink, hogyan kerültünk be, mert hogy arról sem tudtunk semmit. Igazából arról kaptunk tájékoztatást lényegében a nevelőktől, a gondozóktól, hogy a szüleitek beadtak, tulajdonképpen az állam pénzén éltek, a mi pénzünkből, és lényegében egy kiszolgáltatott helyzetben voltunk. Az, hogy bíznának abba, vagy bíznak abba, hogy örökbe fogadják őket, ezt én nem tapasztaltam, meg nem is hallottam tőlük, hogy ebben bíznának. Valószínűleg nincs erre biztatás. Nagykorúságomat követően a felhalmozott családi pótlékot kellett volna megkapnom. Az utógondozóm ezt a pénzt eltulajdonította. Kihez tudtam fordulni? Magához az intézmény vezetőhöz, vagy az éppen a ott dolgozó nevelőhöz, akik egyébként nem tudtak számomra segítséget nyújtani. Egyedül a gyermekjogi képviselő volt az egyetlen személy, aki jogi segítséget adott, és megfelelő lelki támaszt is adott. Az állam ezt újra kifizette, ezt a pénzt, és az állam fogja vagy hajtja be lényegében az intézményen, akik ugye elkövették ezt a jogsértést, illetve nyilván a vádlottan, tehát akit elítélt a bíróság. Nincs pénzkezelési tudásuk vagy gyakorlatuk, és akkor kapnak egy ilyen életkezdési támogatást, ami egyébként azért arra nem elég, hogy te mondjuk, mit tudom én, egy lakást vegyél, amit én legutoljára láttam, az mondjuk kb. Ilyen 3 éves bérleti díj, akkori viszonyok között ilyen 3 éves bérleti díjra lett volna elegendő. De hogy kifolyik ez a pénz a kezük közül? Tehát beleesnek ilyen ingatlan maffiába, és egy csomó olyan dologba, amitől ez se tud úgy hasznosulni. Tehát, hogy én például tudom, hogy ezt oda kell adni, mert a törvény ezt mondja, hogy oda kell adni 30 éves kora előtt, de és van egy ilyen pártfogói szolgálat, aki segítkezik ebben, de valahogy ebben is azt érzem, hogy ez ilyen kidobott pénz, mert ő nem tanulja meg, hogy bérleti díjat fizetünk, vagy bármi egyéb, és valahogy nem, és azt se érzi, hogy támogatva van. Tehát, hogy lesz egy ilyen ex-lex állapot, amiben ugyan van egy állami pénz, amit megkap, mert hogy ez jár neki, de ez nem elég arra, hogy elkezdje az életét. A mai magyar gyerekvédelmi rendszerben minden gyereket, 12 éve aluli gyermeket kötelező nevelőszülőhöz adni, kivéve ezeket a sérülékeny gyermekeket, tehát a fogyatékossággal élő gyerekeket, és azokat a speciális szükségletű gyerekeket, ahova a roma gyerekek tartoznak nagyon sok esetben, a agresszió, traumatizált gyerekek, gyermekprostitúcióban áldozati helyzetben levő gyerekek, drogfüggőséggel érintett gyerekek, tehát mindenki, aki igazán veszélyeztetett és nehéz helyzetű. Ők azok, akik gyerekotthonokban ragadnak, és ott is nőnek föl egész életükben, ha csak egy örökbefogadó szülőben nem vállalja az ő örökbefogadásukat. Tehát valójában nem megvédték a gyerekeket ezzel a törvénymódosítással, hanem az utolsó esélyt vették el attól, hogy őket örökbefogadják.